Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a LigoWave Rapid Fire 5N-nek a teljesítménytesztjét. Nézzük is meg, mi van a dobozban. A Rapid Fire két darab N-es antenna csatlakozóval rendelkezik, valamint két darab RA45-ös hajzattal. Csomag tartozéka továbbá a PoA feladó, ami sínre szerelhető, illetve a tápegység és a szerelőkészlet is. A méréseinket egy majdnem 12 kilométeres erőszavartatású helyszínen fogjuk végrehajtani, amit a Datatrans Kft. Biztosított számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a szakaszra és a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a teszt ismertető videót. Akkor lássuk a LigoWave Rapid Fire teljesítménytesztjét 80 MHz-en labor körülmények között. A beépített bandwidth segítségével 565 per 608 megabit per szekundumot mértünk. Az Exfon mérőműszer segítségével 68-as csomagmérettel 93 per 93, 512-es csomagméret esetén 207 per 207, míg 1500-as csomagméret esetén 381 per 381 megabit per szekundumot mértünk. A MikroTik Speedtest segítségével 2,4 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 530, míg az uploadunk 533 megabit per szekundum, az UDP downloadunk 671, míg az uploadunk 674 megabit per szekundum lett. Most lássuk, hogy valós környezetben hogyan viselkedik az eszköz. Az adott szakaszon a kapcsolatunk mínusz 49 decibellel állt össze. Akkor lássuk az eredményeket 40 MHz-en. Belső speed teszttel 176 per 148 megabit per szekundumot mértünk. Az Exfo-val 68-as csomagmérettel 71 per 65 megabit per szekundumot, 512-es csomagmérettel 71 per 81 megabit per szekundumot, míg 1500-as csomagmérettel 112 per 100 megabit per szekundumot mértünk. A MikroTik Speedtest 2,9 millisekundumos pingidőt produkált 40 MHz-en, a TCP downloadunk 161, míg az uploadunk 120 megabit per szekundum volt, az UDP downloadunk 173, míg az uploadunk 143 megabit per szekundum volt. Akkor lássuk az eredményeket 80 MHz-es csatorna szélességgel. A belső bandwidth tesztünk 356 per 263 megabit per szekundumot mért, Exfo-val 68-as csomagmérettel 93 per 93 megabit per szekundumot mértünk, 512-es csomagmérettel 156 per 181 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomagmérettel 212 per 185 megabit per szekundumot mértünk. MikroTik Speedtesttel 3,3 millisekundumos pinget mértünk, a TCP downloadunk 319 megabit per szekundum volt, az uploadunk 282. UDP downloadunk kerek 400 megabit per szekundum volt, míg az uploadunk 334 megabit per szekundum. Ez volt a LigoWave Rapid Fire 5N-nek a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, valamint megnyomni a kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!